Még a mérkőzés előtt is gyakorolnak a 60-i Hunters tagjai a Loki pályán, egy lelkesítő csapatkiáltás, és kezdődhet is a meccs. A 60-i baseball csapat előző év októberében kezdte el edzéseit, és idén már az országos bajnokságban mérettették meg magukat. A fiatal tehetségek lelkesen készültek az összecsapásokra. Szeretnénk nyerni, de az is az a lényeg, hogy játszunk. Tehát, hogy én nagyon boldog vagyok, hogy idáig eljutottunk, és én imádok baseballozni. Bezzeg Lilla egy véletlennek köszönheti, hogy rátalált erre a sportra. Mint mondta, gyorsan beilleszkedett a fiú közé, és azóta nagyon szereti ezt a játékot. Voltunk úgy apával a születi bálon, és akkor észrevett ezt a plakátot, és mondta, hogy menjünk el akkor. És egyből azt érezted, hogy ez a te sportod lesz? Nem nagyon, először azt hittem, hogy nem, de utána rájöttem, hogy igen. A tét óriási volt a szezon utolsó mérkőzésén, hiszen az aranyérem megszerzéséért zajlott a küzdelem a Debrecen ellen. Lados István, a 60-i Hunters edzője, nagyon büszke a csapatára. Azt mondja, hosszú út vezetett ideig, de mindenki lelkiismeretesen dolgozott a sikerekért. Mivel nagyon összetartó a csapat, ezért nagyon könnyű volt, mert a szülők is nagy szeretettel ott segítettek, ahol tudtak, és a gyerekek is nagyon odaszánták magukat, és mindenük lett a baseball. Úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy olyan nagy nehézségekről nem tudunk beszámolni. A 60-i Hunters már 5 mérkőzést játszott a Debrecennel, ebből 3-at meg is nyertek. Ebben a fordulóban azonban nem sikerült a győzelem, így a hazaiak ezüstérmesek lettek az országos bajnokságban.